Halihó! Ebben a videóban megmutatom azokat a játékokat és könyveket, amelyeket Leo nagyon szeretett az élete második fél évében. Tartsatok velem! Holnap lesz Leo 13 hónapos, és hamarabb felszerettem volna venni ezt a videót, de nyilván nem sikerült, nem baj, ami késik, nem múlik, viszont lehet, hogy így bele fogok egy kicsit folyni az aktuális kedvencekbe is, mert ugye nagyon nehéz egyrészt visszaemlékezni is, hogy mi volt 6 vagy 7 hónappal ezelőtt, másrészt meg nem lehet egy ilyen pontos választóvonalat sem húzni, hogy na, ma még ezt szerette, és következő nap már azt. Volt ugye egy ilyen videóm még az első fél évéről, hogyha azt nem láttátok, vagy éppen aktuális nektek, akkor be fogom linkelni. De ma a második 6 hónappal fogunk ugye foglalkozni, és ami a játékokat illeti, úgy érzem, hogy ez a fél év Leónak inkább arról szólt, hogy olyan dolgokkal akart játszani, amelyek nem játékok. Ugye az előző videóban is mondtam azt, hogy az első hónapokban ugye a játékok még annyira nem voltak aktuálisak, ilyen mobiléket használt, meg olyan dolgokat, amiket a szájába vehet, így fedezte fel a világot. És a második fél évben a felfedezősdi tovább folytatódott, és elkezdte minden érdekelni, főleg mostanában azt veszem észre rajta, hogy minden egy kísérlet számára. Tehát meg akarja nézni, hogy ha ezt elengedem, akkor mi fog történni, ha ezt a két dolgot egymásra teszem, mi fog történni, és emiatt minden használati tárgy érdekelte, ugye, meg minden, amivel mi foglalkozunk, de játékokkal annyira, vagy a játékok annyira nem kötötték le, max. Néhány perc erejéig, és ez úgy, hát olyan 8 hónapos kora után kezdett szerintem változni, akkor kezdett több időt tölteni velük, vagy több türelme lenni hozzájuk, és a probléma megoldó képessége is kezdett fejlődni. És hát én azért próbálkoztam ilyen-olyan játékokkal, de most így, hogy egy éves elmúlt, a legtöbb játéka még mindig elfér ebben a kosárban, aminek én nagyon-nagyon örülök. Harry szerint lehetne még kevesebb, de én ezzel így rendben vagyok. Most majd meg fogom válogatni, mert vannak benne olyan dolgok, amelyekkel már nem játszik, vagy soha nem is játszott, és azokat kiválogatom, vagy adományozásra, vagy hogyha olyasmi, akkor félretesszük egy lehetséges kistesónak. De az egyik dolog, amit ilyen 6 hónapos kora, nem, 5 hónapos volt azt hiszem, amikor ezt kapta, egy ilyen cuki zsákban, amit Henrynek az anyukája készített neki, és ebben ilyen sima fa kockák vannak, szerintem ezeket is másodkézből vásárolták, és ezzel azután kezdtünk el aztán sokat játszani, hogy Leo már stabilan tudott ülni, és az volt ugye a játék, hogy mi tornyot építünk, vagy várat, és ő ledönti, és ez mai napig működik, bár annyira már nem élvezi, az elején így hahotázva röhögött rajta. Most már nehezebb ezt az inger küszöböt elérni, de ettől függetlenül a kockák azok még mindig működnek, és szerintem majd a későbbiekben egyedül is fog tudni ezekkel játszani, úgyhogy ezt ajánlom, illetve a fakocka az ugye időtálló, meg természetbarát, és ilyen 6-7 hónapos korában már attól sem féltem, hogy nem tudom, megüti magát vele, illetve ezzel soha nem volt probléma, nem is annyira dobálta, vagy ha igen, akkor nem felénk, úgyhogy nem tűnt baleset veszélyesnek, de nyilván ezt mérjetek fel magatoknak. Egy másik dolog, amit szerintem ilyen
7-8 hónapos kora körül vehettem neki, ez a Montessori típusú játék, hogy ugye ide beteszed a kolyocskát, és akkor legurul, ez az egyik típusú ilyen tárgy állandóság doboz, azt hiszem, hogy magyarul valami ilyesmi a neve. Ezt Leo különösebben nem élvezte, vagy hát így a rendeltetése szerint nem használja még mindig a mai napig, viszont a fa labdákat, azokat nagyon-nagyon szerette, és szereti, és ezekkel még mindig játszik, úgyhogy lehet, hogy a labdákat is meg lehet külön venni, vagy nem pont ugyanezeket, de hogy értitek, a fa labdák, azok bejöttek neki, nagyon jól gurulnak. A műanyag labdája egyébként későn lett, valamikor, hát ilyen 10 hónapos kora körül, és azt sem vettük neki, hanem elmentünk padlószőnyeget nézni az irodánkhoz, és ott kapott egy ilyen nagy, azt hiszem, hogy most nincs itt egy sem, mert lent vannak, de hogy egy ilyen nagy piros labdát kapott ajándékba, és azzal aztán szeretett Henryvel játszani, vagy együtt szoktak azzal, és aztán utána még kapott egy kisebb ilyen patogós labdát is ajándékba, de hogy mi olyan típusú labdát nem vettünk neki, meg nem is láttam, hogy különösebben igényelni ezeket a fa kolyocskákat, úgy látom, hogy jobban szerette, mert hogy ezek ugye egyrészt messzebbre gurulnak, és sokkal zajosabbak, és hát minden érdekli, ami valamilyen hangot ad ki. Amit szintén ilyen 8 hónapos kora körül vehettem neki, vagy hát azt hiszem ezeknek a játékoknak nagy részét akkor vettem, az a rumbatök, vagy maracas, és ez is nagyon változó. Ugye az első videóban azt említettem, hogy a csörgőket, zörgőket nem különösebben szerette, vagy nem kötötték le. Na, ezeket például élvezi, de ezzel is inkább együtt szoktunk játszani, hogy mi rázzuk neki, és akkor ő is rázza, de olyan nagyon sok időre egyelőre nem köti le. Viszont nagyon szereti a zenét, imádja a zenét. Az éjjel is például felébredt, nem tudom, 1 órakor, és így az úgy ébredt fel, hogy na-na, ami számára a zenét jelenti, vagy ez a szava a zenére. Meg reggel is sokszor, ahogy kipattan a szeme, az az első dolog, amit kér, hogy zenét tegyünk, úgyhogy gondolom, hogy majd a hangszerek azok majd később lesznek érdekesek számára, de így már az első fél évben is ezzel el volt, illetve hogyha a ti babátok szerette a csörgőket, zörgőket, akkor lehet, hogy ezt is élvezni fogja. Az első videóban mutattam ugye ezt a jó kis kommunista színű, mi volt az, sündisznó puzzle-t, amit Leo imádott rágcsálni, és ez még úgy eltartott néhány hónapig az első fél év után is, de mostanában például már nem játszik vele, de azon felbuzdulva, hogy ezt a puzzle-t mennyire szerette, vettem neki egy másikat, ugyanattól a márkától, amelyiktől a rumba tököket, ez a Kingsgood, de millió hasonló van, oroszlános, ugye az oroszlános játékokat, azokat szeretjük, és ez számomra azért volt érdekes, mert ez is így 3D-be kell ugye kirakni, hogy egymásra teszed az oroszlánokat, és ezt is az elején csak rágcsálta, illetve játszottunk vele olyant, hogy a játszószőnyegének a réseibe így felállítgattam őket, és akkor ezeket is borította le. De mostanában például már próbálja kirakni, úgyhogy ez is egy ilyen hosszú életű játék volt, vagy játék még mindig, és hát ahogy látjátok, a fa játékokra koncentrálunk, és majd biztos vagyok benne, hogy lesz ez másképp is, de egyelőre örülök, hogy ebből van túlnyomó többségben, vagy hát nagyon kevés műanyag játéka van, néhány plusz, amit ajándékba kapott, de hogy szereti őket, meg szeret velük játszani, meg tudom, hogy ha ezeket rágja, főleg amelyek gyerekbarát festékkel vagy lazúrral vannak lekenve, az biztonságos is számára, úgyhogy
hajrá, fajátékok. Ezt a tornyot is ilyen 8 hónapos kora körül vehettem neki szerintem, vagy 10, lehet, hogy 10, lehet, hogy Mikulásra kapta, vagy valami olyasmi abban az időszakban, és ez egyébként egy egyévesnek való, úgy ajánlják, de én úgy vagyok ezekkel a játékokkal, hogy ha nem veszélyes számára, akkor nincs problémám azzal, hogy korábban odaadjam neki, sőt, más rendeltetés szerint használja, de attól még használja, kézbe veszi, szájba veszi, megnézi, felfedezi, játszik vele a maga módján, és ezzel is, és így történt, és már így nézegette, dobigálta az elején, és így egy éves kora körül, tehát így egy ilyen egy-két hónapja kezdte tényleg gyakorolni és kirakni, és egyébként nagyon-nagyon cuki, mert úgy szokta csinálni, hogyha ha mondjuk a bal kezéhez van közelebb egy darab, akkor azt így felveszi, és akkor így átadja a másik kezébe, hogy tudja így megfogni, és akkor úgy ugye rátenni, mert hogy kicsi a keze, és nem tudja még így megfogni, és ezzel nagyon-nagyon sokat gyakorolt, tehát voltak olyan napok, amikor tényleg így 15 percig el volt csak ezzel, rakta, borította, rakta, és most már ki tudja rakni teljesen egyedül, és egyébként nagyon cuki, néha amikor sikerül, akkor megtapsolja magát, ezt nem mi tanítottuk neki, mert mi azt az elvet követjük, hogy nem tapsoljuk, meg nem mondjuk neki, hogy ügyes, hanem amikor valamit megcsinál, akkor azt mondjuk neki, hogy sikerült, vagy megcsináltad, vagy ebben az esetben, hogy kiraktad, mert azt mondják, hogy ezzel elősegítjük azt, hogy a gyerekek saját motivációból csináljanak dolgokat, és ne a külső megerősítést keressék. Nyilván nem tudom, hogy ez igaz-e. Ez a nevelési elv ezt mondja, aztán nyilván van millió másik, ami más mond, illetve nem is tartjuk ezt 100%-osan olyan szempontból, hogy egyrészt más környezetben, például a szüleimnél nem ezt követik, tehát ők megdicsérik, és mi sem tudjuk sokszor megállni, amikor nem tudom, például először sétált 3 métert magától, akkor nyilván mi is nagyon lelkesek lettünk, és yay! Úgyhogy ilyen finom vegyesen csináljuk. Egyébként szerintem mindenben, tehát hogy nem vagyunk a nagyon csőlátású nevelési elvek híve, hanem rugalmasak vagyunk, és ahogy szerintem mindenkinél ez megtörtént, nagyon sok minden változott is ahhoz képest, ahogy elterveztük Leo születése előtt. Van ugye az a mondás, hogy az előtt elveim voltak, most meg gyerekem. Na hát ez sok mindenben nálunk is igaz. Amihez szigorúan ragaszkodunk a mai napig, az a képernyőmentesség. Telefont szokott nyilván Leo kézbe venni, mert nálunk látja, és nálunk vagy tőlünk elveszi, de azt videóhívásokra szoktuk használni, illetve nagyon ritkán mutatok neki videóklippeket, vagy ilyen zenés animált videókat, meg azt a szüleimnél is szokott látni néha, mert ugye nem úgy, hogy a képernyő elé ültetik, de hallgatja a zenét, és akkor van, hogy ott is látja a videót is, de aktívan nem szoktunk neki képernyő időt kijelölni még, és ezt remélem, hogy tudjuk tartani legalább 2 éves koráig. Na, de eltértem egy kicsit a témától, vagy hát részben. Viszont ami a játékokat illeti, kb. Ez volt az első fél évben, amit úgy tényleg szeretett, és időről időre elővett. Most is úgy csináljuk egyébként, hogy, vagy azt hiszem, ezt az első videóban nem mondtam, lehet, hogy akkor ez még nem is volt aktuális, de hogy lent a nappaliban van egy kis játszósarka,
és ott 6 játék szokott kilenni téve általában, és 2 könyvespolc, amiből az egyiket már kihúzta a falból, azt vissza kell tennünk, de hogy 2 könyvespolc, azon is általában, vagy azelőtt volt ilyen 4 vagy 6 könyv, mostanában 3 van, és akkor ezek mellett még van egy kis kosara, amiben olyan játékok vannak, amelyek igazából nem játékok, tehát használati tárgyak, de ő játszani szokott velük, és ott játszik ő gyakorlatilag a legtöbbet, itt fent a szobájában van a játékainak az a része, amelyek nincsenek annyira szem előtt, tehát például ebben a kosárban, és itt vannak ugye a könyvei is, amiből sokkal több van, mint játékból, azokat nagyon szenvedélyesen gyűjtjük, és itt fent a szobájában annyira sokat nem szokott játszani, mert általában ugye lent vagyunk, és mi is teszünk-veszünk, amíg ő remélhetőleg, vagy jó esetben elfoglalja magát, de ahogy nő, remélem, hogy majd ezt a szobát is jobban ki fogjuk tudni használni, illetve most már nagyon megérett az átalakításra, mert egy ideje inkább csak pelenkázásra használjuk, vagy hát igazából első perctől gyakorlatilag pelenkázásra használjuk, de Henry most már innen kiköltözött, ugye készen lett az irodánk, szóval felszabadult hely, és szeretnénk majd a következő hónapokban ezt is nagy fiussá tenni, tehát venni neki egy saját ágyat, egy Montessori ágyat, és valószínűleg egy kis asztalt székekkel, meg egy olyan könyvespolcot, amin jobban látja a könyveket, illetve ami megvan már néhány hónapja, azt is szerintem ilyen 8 hónapos kora körül vehettük, az itt van mellettem egy ilyen Montessori tükör, amit szintén imádott, főleg az elején, amikor feltettük, mászott oda, húzta fel magát, nézte, puszilta, simogatta magát, mindig piszkos is egyébként az a tükör, mert összetapogatja, úgyhogy az még úgy érzem, hogy egy jó befektetés volt, és valószínűleg már korábban is érdekes lett volna neki, amíg még csak mondjuk hason feküdt, hogyha a tükörrel szembe tesszük, és látja magát. Úgyhogy azt is tudom ajánlani, hogyha van helyetek számára. Lesz egyébként szerintem egy külön videó arra, hogy milyen változások történtek a lakásban, hogyan alakítottuk Leo igényeihez, amikor már mobilisabb lett, elkezdett mászni, most meg már totyog is, és hogy ezekben a Montessori irányelveket követtük, hogyha kíváncsiak vagytok erre, szeretnétek egy ilyen videót, akkor írjátok meg kommentben, gondolkodom rajta, hogy legyen egy ilyen, de nagyon sok minden van a Montessori elvekben, amiket nagyon szeretünk, viszont van 2 dolog, ami zavar minket, hogyha követtek például ilyen típusú Instagram oldalakat, vagy néztek YouTube videókat. Az egyik az, hogy azokban a lakásokban úgy tűnik, hogy sem a pénz, sem a hely soha nem probléma, tehát valljuk be azért, hogy ezeknek a tárgyaknak, meg játékoknak a jó része eléggé drága, hogyha újon szerzi be az ember. Én játékokat is szoktam például Vintiden is keresni, és úgy azért jobb árban hozzá lehet ugye jutni, de hogy úgyis azért összegyűl, és a másik ugye az a hely, tehát a mi lakásunk nem kicsi, de így is sok minden van, amire azt mondjuk, hogy ez nem fér bele, például jó lenne mondjuk a fürdőben úgy kialakítani a helyet, hogy ott legyen Leónak a bilie, meg tudjon ott fogat mosni, most már azzal is próbálkozunk egy ideje, és hogy legyen egy kis sarka, de egyszerűen nincs rá hely, és ilyen szempontból mondjuk a szobája az szerencsés, egyrészt, hogy van neki saját szobája, ez is azért egy luxus, ezzel tisztában vagyok, és hogy egy nagy szoba, tehát itt azért sok mindent tudunk csinálni. De jó, ez egy kicsit így a Montessorival így vagyunk, hogy szeretjük, de sok szempontból elitistának érezzük. Nyilván be lehet belőle építeni sok mindent, meg lehet ezt is rugalmasan kezelni.
mindegy, túl sokat beszéltem most már erről, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor készítek majd erről egy külön videót egyszer, de vagy még két játékot akartam mutatni, ami most aktuális, tehát ezzel így az egy éves kora körül kezdett el játszani, vagy így az elmúlt néhány hétben. Az egyik ez a markoló traktor, ami szintén fából van a kerekeit kivéve, és ezt is Vintidről vettem, amikor Leo picike volt. Úgy emlékszem, hogy valami mást vettem az illetétől, és akkor megláttam, és annyira cuki volt, hogy megrendeltem ezt is, és nyilván csomó ideig állt a szekrényben, de aztán Leo egyszer onnan kivette, és azóta elő van, és most az utóbbi hetekben rengeteget burrog vele. Szerintem azért is szereti egyébként, mert van ez a két fogantyúja, és így jól tudja ezzel taszigálni, úgyhogy ez most a legnagyobb kedvenc. És a másik az meg nagyon-nagyon friss, azt ezen a héten kapta, az is egy ilyen Montessori állandóság doboz, az a típusú, ugye, amiben érmék vannak, amiket ide be kell tenni, és akkor amikor kiveszi a fiókot, akkor meglátja, hogy benne vannak. Ezt sem rendeltetésszerűen használja egyelőre, hanem pakol. Ezt most imádja. Van, hogy ha nem vagyok elég gyors, akkor a cicakaját is kiborítja, és akkor azzal játszik, hogy egyenként a bogyókat teszi vissza a tálkájukba. Úgyhogy a pakolás, a rakoskatás az most nagyon aktuális nála, és ezt a dobozt is arra használja, de ezzel is el volt például a tegnap is egy ilyen 15 perc szerintem. Úgyhogy az én könyvemben, ahogy angolul szokták mondani, bármi, amivel a gyerek le tudja kötni magát egyedül 10-15 percre, és nem veszélyes sem számára, sem mások számára, és nem teszi tönkre, az csillagos 10-es. Úgyhogy ezt a videót is igazából ebben a szemléletben készítem nektek, hogyha értitek. Együtt érzünk, szerintem ugyanabban a hajóban nevezik. Na, de térjünk át a könyvekre, mert abból viszont rengeteg van. Az első és óriási kedvenc az ebben a második fél évben az a diótörő volt, ezt ugye karácsony körül hallgattuk, néztük, forgattuk rengeteget. Ebben az eredeti Csajkovszki zene van, és hát ezért Leo meg volt bolondulva annyira, hogy teljesen szétszette a könyvet, megette, addig törte a lapokat, hogy már nem zenélt, úgyhogy ez már a második verzió, ezt újra rendeltem egy ponton, de hogy ezzel indult el aztán nála a hangos könyv szenvedély, és egy másik nagy kedvencem az ez volt, ugye az Osborne Books-nak van többféle sorozata, ez a diótörös is abból van, és különböző hangokból is van nekik többféle. Ezt nagyon-nagyon szerette, ezt a vadállatosat, és most már egy ideje ki meg tudja nyomogatni egyedül a gombokat, úgyhogy ezzel is el tud lenni 10-15 percet, forgatja, most már nem töri össze a lapokat, hála legyen a fennvalónak, mert attól a hideg rázott, amikor minden könyvet összetört, de most már rendben vagyunk ezzel, és ezeket a könyveket is nagyon sokat nézi, illetve ezek a típusúak azért is nagyon vagányak, így a felnőtt számára is szerintem, mert ilyen 3D-sek, tehát hogy több lap van egymásra téve, és nagyon sok benne a kivágás, úgyhogy ezek vagányak. Nem mindegyik ebből a sorozatból, tehát például van ez az Arctic Animals, na hát ez például egy csalódás. Ebben a hangok is bénák, meg nincs is olyan sok kivágás benne, tehát hogy maga látványilag, vagy így szenzoriálisan sem annyira izgalmas, úgyhogy ez béna, ez nagyon jó, és ami meg most kb. Egy hónapja, vagy 2-3 hete érkezett ugyanabból a sorozatból, és amit Leo szintén imád, az a Farm. Ez is ugyanaz a kategória, hogy nagyon jól néz ki, és a hangok is nagyon jók benne, és Leo
imádja az állatokat, de aztán nyilván, amit a való életben is lát, a kutyákat, a lovakat, azokat aztán pláne, úgyhogy most ez az aktuális kedvenc könyve. A másik kategória meg, ami ebben a második fél évben, vagy hát ilyen 10 hónapos kora körül kezdett nagyon népszerű lenni nála, az azok a könyvek, amelyekben valamit lehet mozgatni, és azt hiszem, hogy ez volt az első, az autós, a Scholar Kit-től. A másik nagy szenvedély ugye az a járművek nála, autók, traktorok, a traktorokat imádja, és hát ez is nagyon tetszik neki, és ebben meg így ugye ki lehet húzogatni a lapokat. Ezt is az elején próbálta összetörni, és akkor vigyázni kellett, de most már kihúzogatja, meg visszatolja egyedül, úgyhogy ezt még mindig nagyon szereti. És a másik ilyen, amit februárban vettünk Budapesten, azt hiszem, az ez a tipegő figyelő sorozatból a mező, ebben meg gyönyörűek az illusztrációk, hogyha nem ismeritek, akkor nagyon nagy szeretettel ajánlom, és ebben is mozognak dolgok, úgyhogy ezt is imádja. Most néhány hete megvettem ennek egy másik részét, a folyót is, ez is ugyanolyan gyönyörű, és magyarul egyébként ez a kettő van meg ebből a sorozatból, de angolul van belőle több, úgyhogy azokkal is szemezek. Borzasztóak vagyunk ilyen szempontból egyébként, de Henryvel megegyeztünk, hogy a könyvek az olyan dolog, amire egyrészt a pénzt sem sajnáljuk, amíg megengedhetjük magunknak, és másrészt meg abból nem bánjuk, hogyha rengeteg van, mert imádjuk őket, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy Leo is. Közben harangoznak, mert dél van, nem tudom, hogy behallatszik-e, de ugyanez a mozgatható, vagy ilyen interaktív könyv kategóriából, amit most nagyon szeret, az ez a cicamánia. Nyilván ugye a cicákat is imádja, bár azt mondja nekik, hogy vau-vau, mint a kutyáknak, de mivel ugye ott van Frida és Oli, cica imádat van, és ez a könyv meg egyébként nagyon érdekes, de hát ugye ezt még gyakorolni kell, hogy a füleket hogyan nyitjuk ki, úgyhogy ne szakadjanak le, de ezt nagyon szereti, és nagyon sokszor kéri, hogy forgassuk, és egyébként sok érdekes információ van benne, úgyhogy ezt ajándékba kaptuk, de én is nagyon szeretem. Illetve most már elkezdtük az Acorn Woods sorozat köteteit is nyitogatni, mert ugye sokáig csak a képeket néztük, lapozgattuk, de most már lassan nyitogatjuk az ablakokat is. Egyébként most ebben a videóban nem fókuszálok annyira olyan könyvekre, mint például az Acorn Woods sorozat, amit szívesen olvasunk, mert úgy látom, hogy abban annyira nagy preferenciái nincsenek, tehát továbbra is minden este olvasunk, és a legtöbbször most is megkérdezem tőle, vagy hát adok neki két opciót, amiből válasszon, de hogy ott nem válogat különösebben, bármit szívesen meghallgat, és egy ideje az a szokása, hogy amikor vége van a könyvnek, vagy a mesének, és akkor mondom, hogy vége, akkor elkéri a könyvet, és vagy egyedül még egyszer elnézi, vagy kéri, hogy én egyszer még lapozzam el neki, hogy a képeket még tudja megnézni, de hogy olyan szempontból minden evő, úgyhogy ebben a videóban azokra a könyvekre akartam inkább fókuszálni, amelyek tényleg lekötik a figyelmét, és egyedül is el tud lenni velük, lapozgatja őket, vagy el tud ugye játszani velük. És ebben a kategóriában, ami még szintén népszerű volt az elmúlt hónapokban, azok az apró könyvek. Ugye ilyen típusú mini könyvtár nagyon sok mesehőssel van, nekünk a Péter Nyuszi van meg, de ezeket ugye azért szereti, mert picikék, és meg tudja fogni jól a kezeivel, és ezt is néha így ül, és akkor nézi, és forgatja, néha fejjel lefele, de hogy el van vele.
illetve Henry rendelt még németül neki egy sorozatot, ilyen első szavaim kategória, és hát ez jó állapotban van ahhoz képest. Nagyon sok ebből a sorozatból darabokban van, mert ezt egyszerűen annyira imádja, és annyira sokat nézi, meg például amikor a Billin ül is szoktuk ezeket forgatni, és akkor elmondjuk, hogy mi az, meg van ebből például állatos is, és akkor ott tanuljuk az állathangokat. Úgyhogy igazából mindegy a téma, de hogy ezeket az ilyen kicsi könyveket nagyon tudom ajánlani, mert meg tudják fogni őket, és Leo legalábbis azt nagyon értékeli. A másik meg, ami nagyon bejött, azok a típusú könyvek, amiben nincsenek szavak. Az egyik ebből a kategóriából, opá! Ez a Gerda Müller évszakok sorozata. Fun fact egyébként, hogy Henrynek a nagymamáját is Gerda Müllernek hívták, de egy másik Gerda Müller. És ezt a sorozatot, hogyha nem ismeritek, akkor ez úgy néz ki, ahogy mondtam, nincsenek benne szavak, csak képek, és ez azért vagány, mert ugye akkor ti nektek magatoknak lehet kitalálni hozzá a történetet, vagy csak úgy simán nézegetni a képeket. Leo ezeket is nagyon imádja, hogyha felismer valamit, például a kutyust, akkor azt mindig mondja, hogy ott a Vau-Vau. És ezeket is nagyon-nagyon sokszor kéri, hogy nézegessük. Illetve mondtam az előző videóban, hogy a Montessori azokat a típusú könyveket preferálja, vagy ajánlja, amelyekben realisztikus képek vannak, és hogy nekünk akkor még nem volt, de szerettem volna beszerezni néhányat, és el is kezdtem. Hát a babákra meg az állatokra mentem rá, bár most már van egy járműves könyve is, de azt nem szereti annyira, mint az illusztrált járműveket érdekes módon, viszont ami nagyon bejött, az a babák. Ebből is van azt hiszem két ilyen babás könyvünk, és ezt imádja, nézegetti, meg sokszor puszíja benne a gyerekeket. Kedvence az, amelyiknek, ja igen, ez amelyiknek ki van a nyelve nyújtva, meg ez itt így nyújtózkodik, és ezt a könyvet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szereti, és sokszor kéri, illetve a másik, ami ez is most kb. Egy hete kapta, és imádja, tehát tényleg ilyen boldogsággal gurgulázva nevet rajta, az az állatkölykök. És ebben is kéri, hogy akkor mondjam, hogy melyik, milyen hangot ad ki, és ezt az autóban szoktuk egyébként tartani, mert nem annyira szereti Leo az autózást, de ezzel el van néhány percig, hogy nézegeti benne a képeket. Illetve még két dolog van, amit meg akartam mutatni. Az egyik egy német könyvsorozat, amit Henry, értelemszerűen Henry rendelt neki, és ő szokott olvasni neki. Ez a Ben és a Macia. Ebből is van több kötet, 4-5 legalább, és nagyon cuki, tehát arról szól ugye, hogy Ben kap egy macit, és akkor együtt alszanak, meg mennek a játszótérre, meg fürdeni, meg mindent együtt csinálnak, és ebben is nagyon, nagyon kedvesek az illusztrációk. Illetve a másik, ami nem annyira korának megfelelő, most Leónak, de nagyon szereti, az a Banán és a Cserebere, és nyilván ezt is azért, mert kutya van benne, és minden oldalon kutya van, néha két kutya is, és ezt imádja. És amikor ezt elővasszuk, akkor wow, extázisban van a gyerek. Úgyhogy, ez volt még az utolsó dolog, amit meg akartam mutatni. Ezek a dolgok jutottak most így eszembe, hogy népszerűek voltak Leónál az elmúlt 6 hónapban. Ahogy mondtam, könyv még nagyon sok van, amit szeretett, meg amiket mi is Henryvel nagyon-nagyon szívesen olvasunk, de arra gondoltam, hogy azokról készítenék
esetleg rövidebb videókat, akár Instagramra is, ahol egy picit így belelapozok a kedvenceinkbe, de ahogy láttátok, ami állatos, az nagyon menő, meg úgy egyáltalán, ami természettel kapcsolatos, nyilván ezeket nyomjuk, úgymond mi is Henryvel, vagy ezt így fontosnak tartjuk, hogy ilyesmit lásson, ilyesmiről halljon Leo, úgyhogy természet, állatok, és akkor nyilván a járművek is bejöttek közben. Úgyhogy ezek azok a témák, amelyek nagyon menőek, de amúgy van itt minden, és mindenfélét szoktunk neki olvasni. Remélem, hogy tetszett ez a videó, hogy találtatok benne olyan dolgokat, amelyeket akár ismertek és szerettek, vagy szívesen kipróbálnátok. Hogyha ti ajánlanátok nekünk akár játékot vagy könyvet, azt nagyon szívesen fogadom, úgyhogy írjátok meg kommentben, és ahogy mondtam, azt is írjátok meg esetleg, hogyha kíváncsiak vagytok, vagy kíváncsiak lennétek egy ilyen dedikált Montessori témájú videóra. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!